Felnőtt korba lépett a Szent László előtt tisztelgő lovagi nap, amit 18. alkalommal rendeztek meg szombaton Iharosban. A rendezvényt a korábbi években a falunappal együtt tartották meg, mára azonban önálló programmá nőtte ki magát. Régi Kolok Fesztiválja, ugye a neve most a rendezvénynek. Szerintem ez egy olyan általált név, ami meg is fog maradni a jövőben is. Úgy gondolom, hogy Szent László királyunknak a jubileum évét is ünnepeljük az idejébe. Ugye egyrészt a koronázásának is évfordulója van, a halál, szentévatásának is évfordulója van, és hát megpróbáltuk a lovagiasság, lovakirálynak a kultuszát ezzel is erősíteni. A fesztivál nyitányaként Horváth Győző, az iharosi Szent László király lovagrend nagymestere elismeréseket adott át a helyi segítőknek, majd az óvodások mutattak be két Szent László legendát. A családokra kísérő programok sokasága várt, a kelevész hajítástól kezdve a népi játékokig. Apa, én is. A siklósi sárkányos lovagrend sátránál sok más mellett paraszti hosszú késeket, ütőpajzsokat és sisakokat láthattak az érdeklődők. A hagyományőrző csoport, amelynek saját fegyverkovácsa is van, a 600 évvel ezelőtti nyugati zsoldosok bemutatásával foglalkozik. Arra azért szoktunk figyelni, hogy kéziratok alapján, illetve korabeli feljegyzések, ábrázolások alapján szoktuk azért belőni úgymond a felszereléseket és a ruházatokat, és a szabásmintákat is ehhez igazítjuk. Tehát törekszünk arra, hogy azért az adott korszaknak minél hitelesebb bemutatását tudjuk megcsinálni. A sárkányosok ízelítőt is adtak a zsoldosok harcászatából, a súlyos páncélokban vívott tornát a Szelindek zenekar kísérte. Az együttes rendszeres fellépője a népi történelmi rendezvényeknek, a zenészek Iharoson is nagy sikerű koncertet adtak.